Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mostani alkalommal is hiszük, hogy az Úr velünk lesz, és áldást ad erre a találkozásra, beszélgetésre. A nyár folyamán családos témáról beszélgettünk. Volt a Balatonnál egy összejövetelünk a családok részére, gyerekek és szülők részére, és a család kérdésével foglalkoztunk, és úgy gondoltuk, hogy veletek is megosztunk a Bibliából egy bibliai család történetét, életét, kudarcait, nehézségeit. Ez a család a Lót családja. Mózes első könyve, 19. rész, 15. versétől. Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot. Kelj föl, fogd a feleségedet, és itt levő két lányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két lányának a kezét, mert az Úr megszánta őt. Kivitték és otthagyták a városon kívül. Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták, mensd az életedet, ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. A nap éppen fölkelt, mikor Lót Coárba ért. Az Úr pedig kénköves, tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az Úrtól, az égből. Mögötte menő felesége azonban hátra tekintett, és sóbálványá lett. Lót Ábrahám rokonságába tartozott, Ábrahámnak az unokaöccse volt, és amikor Ábrahám a családjával együtt kivonult a holdimádó városból, és elindult az ígéret földje felé, akkor magával vitte Lótot és a családját is. És Lót megtapasztalta Ábrahámnak a nagy hitét, látta a családi életét. Nem tudom aztán, hogy nem, de Lótnak nem volt olyan szép család élete, ugye, Elgi? Igen, ugye Ábrahámmal együtt jöttek ki a Ur-Kasdimból, a holdimádok városából, és Ábrahám hozta a családját. És a családjához tartozott Lót is, hiszen meghalt testvérének a gyermeke volt, és abban a korban nagyon komoly hagyománya volt annak, hogy a testvér fölnevelte az árván maradt gyermeket, így Lót is egészen fiatal korától, nem tudjuk hány éves korától, Ábrahámnak a szeretetébe, családjába élt, mindent megkapott, amit egy gyerek megkaphat, vagy egy családtag megkaphat, és Ábrahám nagyon szerette Lótot. De Lót nem szerette úgy Ábrahámot. Lót úgy gondolom, hogy önmagát szerette a legjobban. Igen, egy kicsit önző volt Igen. Lót. Se az urat nem ragaszkodott az Úrhoz, nem ragaszkodott a családhoz, hanem úgy gondolta, hogy sok a jószág, neki még több kellene, legelő is kellene,
és a legjobb földet választotta magának. Hogy milyen nagy lelkű volt, milyen szeretet volt Ábrahám. Azt mondta, hát válaszd, amelyik neked jónak tűnik, akkor arra menjél, ha te már mindenképpen menni akarsz. És hogy innen látszik az, hogy nem azt mondta, hogy nem, én megelégszem avval, ami van, csak veled maradhassak, mert szeretem a családot. És igazán az Úrhoz sem ragaszkodott, mert egy olyan várost választott, egy olyan környezetet, térséget, Lót, ugye Sodoma és Gomora térségét, ahol nem az Urat imádták, és ahol nem Isten félelembe éltek az emberek, hanem nagyon bűnös hajlamaik és élvezetnek adták át az életüket. Gazdag hely volt, jó termő talaj is volt, sok mindent lehetett ott véghez vinni, mondanánk, hogy nagy vállalkozásokat. Az emberek gazdagok voltak, de sokszor a gazdagságnak nincs meg az a lelki tartalma, ami betölthetné az embert, és Lót ezt választotta, nem a lelki gazdagságot, ami Ábrahám közelébe volt. Én ezzel a Lóttal kapcsolatban azért nagyon csodálkozom, ugyanis ő sok lelkit kapott Ábrahámtól, az Úr dicsőségéről, látásairól, az Úrral való személyes kapcsolatáról beszélt, és Lót a földkerekség legsötétebb városába vágyakozott, de nem világított. És van nagyon sok ilyen hívő, hogy hívő, de nem világít, mert nem tudom, Ági, te olvastad a Bibliába, de én még nem találtam rá arra, hogy Lót ott léte nyomán valaki is megtért volna, vagy bűnbánatra jutott volna. A Lótnak nagyon érdekes családi élete volt, hiszen olvassuk az ígébe, hogy amikor az Úr az ő ítéletét közölte, hogy meg fogja ítélni Sodomát és Gomorát, és hogy el kell hagyni a várost, akkor Lótnak volt arra ideje, hogy elmenjen a vejeihez, nyilván a lányainak a férjei voltak, illetve a család rokonaihoz, és elmondja azt, hogy mit mondott az Úr angyala, és hogy mit kell tenni, és szó szerint ezt olvassuk a Bibliába, a Lót történetében, hogy azt hitték, hogy viccelődik, és nem vették komolyan. Ez azt jelenti, hogy a Lót szavának nem volt súlya, nem követték az élete példáját, még a legközelebbi rokonok sem. Így aztán maradtak a Sodoma Gomorába, és az ítélet ugyanúgy rajtuk is végbe ment, pedig Istennek más volt az akarata, az Úrnak az volt az akarata, hogy Lót és az ő házanépe megmeneküljön, nem csak a vele együtt lakók, hanem a rokonai is. Nyilván ezért mondta el Lót azt, amit az angyalok neki mondtak, csak hogy nem vették komolyan. A Lót viselkedésében egy furcsa dolgot láttam, nem tudom, Ági, neked mennyire tűnt föl, hogy volt egy éjszaka, amikor a szexuálisan, érzelmileg feldobott emberek be akartak törni a Lótnak a házába, és akkor kiszólt, hogy kiküldöm nektek a lányaimat, a két szép lányt. És ez nagyon megdöbbentő, hogy amikor a szülők hagyják, vagy elhallgatják, vagy benne vannak abban, hogy a gyerekeik a világ karmai közé kerüljenek. És ez nagyon furcsa, a hívő Lót nagy megengedő viselkedésében, és ma is úgy van, hogy akik megengedő módon nevelik a gyerekeiket, azok a gyerekek között nagyon sok esetben előfordul, hogy drogosokká lesznek, és hát elég nehéz életútjuk lesz.
Igen, nem volt hiteles Lót élete, az Úrral való közössége sem volt hiteles, és éppen ezért ugye Lót nem tudta megtartani azokat, akiket rábíztak, sőt, odaáldozta volna őket, bár a vendégszeretet volt az, hogy kímélje a vendégeket, és legfőképpen ugye a nála lévő az Úrnak követeit, de azért két lánygyereket nem lehet beáldozni, ahelyett, hogy ugye könyörgött volna, és kérte volna, hogy az Úr cselekedjen, cselekedett is az Úr, és megakadályozta ezt a gonoszságot, de Lót nem volt egy határozott jellem, két úton sántikált, nagyon jól érezte magát Sodomába és Gomorába, a feleséges nyilván ott szeretett lenni, oda vágyott vissza, az az élet megkötözte, oda kötözte. Szóval nagyon nehéz szívvel gondolok mindig Lót életére, és a magam életét is a mérlegére teszem, hogy vagy az Urat szolgáljuk, és az Urat követjük, és akkor meg kell elégedni szerénységgel, és nem az anyagi dolgok megszerzése a cél, hanem Isten dicsőségének a visszatükrözése, hogy az emberek megismerjék az Urat. Lótnak nem ez volt a célja, bár nem lehetett rossz ember Lót, mert azért látjuk az ígéből, hogy az Úr is megkönyörül rajta, és meg akarja menteni, de hogy Lót élete sajnos nem volt igazán szolgáló élet, hanem inkább a mammont szolgálta. Lót önálló akart lenni, és levált Ábrahám családjáról. A hívő közösségről is. Minden, csak az volt a fontos, hogy előnyökhöz jusson, és amikor eljött ez a kritikus pillanat, hogy Isten ezt a várost megítéli, Ábrahámnak Isten előbb ezt megjelentette, és Ábrahám könyörgőre fogta. Lót mit sem tudott erről, hogy ő érte valaki imádkozik, hogy ebből a nehéz helyzetből szabaduljon meg, és ne jöjjön el az ítélet. De Ábrahám lelke, szíve elkísérte őt a nyomorúság mélyére is, és imádkozott érte, és hogy az Úr meghallgatta Ábrahámot. Igen, Ábrahámnak fontos volt Lót, és így van, hogy akiket szeretünk, ha távol is vannak, de fontos a számunkra, és akkor is könyörgünk értük, amikor nem tudjuk, hogy mibe vannak, hogy az Úr tartsa meg őket. Lót megtartatása Ábrahám könyörgésének a gyümölcse volt. Igen. Eljött aztán a drámai pillanat, amikor Isten követei, angyalai azt mondták, hogy itt az idő, menekülni kell innen erről a helyről, és ez van itt, hogy megragadták a kezét, a Lót kezét, a feleségét is kézen fogták, és a két lányét, mivel azok a vőlegények nem voltak komoly hívemberek, hát az ő kezüket nem fogta senki, mert ők nem vették komolyan, amit Lót mondott, és ebből egy drámai dolog következett be, és hogy sürgették Lótot, hogy menjenek, fusson ki ebből a városból, hogy keljen föl, és hogy induljanak el, de hát nehezére esett ott hagyni. A megtérés is sokszor így van, hogy amikor az Úr hív bennünket, hogy jöjj ki ebből az állapotból, hagyd itt ezt az életmódot,
gyere ki a halálból az életre, a sötétségből a világosságra, hogy az ember nehezen mozdul, még időt kér, hogy átgondoljam, hogy egy párat aludjon rá, pedig hát az ember, ha megtér, akkor csodálatos kegyelembe lesz része is az Úr szeretetében. Micsoda kegyelem, hogy megragadták a férfiak lót kezét és a vele egyháztartásban lévő feleségének és két lányának a kezét, és az Úr megszánta őket, az Úr kegyelmet akart velük gyakorolni, és ezért kivitték a városon kívül, azt olvassuk a 16. versben is, ott hagyták a városon kívül, és tovább Lótnak kellett megtenni azt, amit neki az angyalok parancsoltak. Ezt az Új Szövetségben is olvasunk hasonlót. Péter apostol ugye láncokkal volt megkötve a börtönbe, és amikor az angyal fölébresztette, akkor kivitte őt a kapun kívül, a bezárt ajtón keresztül mentek, és a város kapunál hagyta szintén Pétert, és Péter aztán ment, és az atyafiakat megkereste. Tehát az Úr mindig ad erőt, és az ő szent lelke által megragad bennünket, de nem tétovázhatunk. Testvérem, te tétovázó hívő vagy, ha az Úr valamit mond és küld a szolgálatra, akkor te nem tudod otthagyni azt, amit csinálsz éppen. Vannak, akik ugye építkeznek, kertet ültetnek, nagyon sok mindent csinálnak, és nem jutnak el a lelki alkalomra, pedig a szívükben ott van a vágy, hogy mennének, na de hát olyan fontos az, amit nekik csinálni kell, és aztán egyre távolabb kerülnek az Úrtól, a testvéri közösségtől, és hogy az Úr pedig azt mondja, hogy én kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, én kihoztalak a bűn rabságából, én meghaltam érted a kereszten, én megváltottalak téged, üdvösséget adtam neked, bevittelek a szoros kapun, de a keskeny úton neked kell járni. Vagy a nyomdokaimba jössz, jársz, és akkor a hegyre menekülsz, a Golgota hegyére, vagy pedig a magad útját fogod járni, ami ahhoz fog vezetni, hogy hiába valóvá teszed a kegyelmet, és a kárhozatba fogsz jutni. Az Úr megszánta őket, ezért ezt a tétovázó teszetosza lótot megragadták a családjával együtt, és kivitték őket. És ugye a 17. versben azt olvassuk, hogy azt mondták, üzenetük is volt az Úrtól, mensd meg az életedet, ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken, a hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Az Úrnak van üzenete, mensd meg ma az életedet. Az Úr megfogta a kezedet, az Úr meghalt érted, Jézus Krisztus vére megmos a bűneidtől. A te dolgod, hogy odaborulj a Golgotai kereszt alá, és kérd az Úr bűnbocsájtó kegyelmét hittel, és hogy szánd oda az életedet neki. Sokan vágynak a bűnbocsánatra, mert a bűnei következménye miatt lelkiismeret furdalásuk van, nem tudnak aludni, és vágynak arra, hogy valaki levegye róluk a bűneik terhét. De itt többről van szó. Odaszánni az életemet a megváltó Jézus Krisztusnak. Nagyon sokan egyfajta megtérés élménybe részesülnek, vagy keresztül mennek, és mégsem születnek újjá. Ugyanúgy folytatják az életüket, ahogy azelőtt, hogy a megtérést és imát elmondták volna. Jézus pedig
újjá szül az ő vére által, az ő lelke által, és az új életünket oda kell szánni Isten dicsőségére. Azoknak az embereknek nincs új élete, akik nem szánják oda magukat az Úr követésére, nem az igei úton járnak, hanem megmaradnak a régi életükbe, bár imádkoznak, bár néha alkalmakra is eljárnak, de nincs új életük. Azt mondja itt az ige, hogy mentsd meg az életed, és hátra ne tekints, és ne állj meg sehol a környéken. Ez egy rossz környék volt, olyan környék, ahol nem lehetett megállni az Úrban, hanem ugye visszahúzó erők működtek, és megmondta az angyal, hogy a hegyre kell menni, ez volt az Úr üzenete, mert különben elpusztulsz. A Golgotai kereszt azért állt, hogy a bűnös ember oda meneküljön. A Golgotai kereszt megtart, és felépít, és nem pusztul el az ember. A nap éppen fölkelt, amikor Lót Coárba ért. A világosság, a világos üzenet vele volt. És én úgy gondolom, hogy látta az Úr ítéletét is, hiszen ezt olvassuk, hogy az Úr pedig kénköves, tüzes esőt bocsájtott Sodomára, Gomorára, az égből az Úr, és a város elpusztult. Az Úr azt mondta, ne nézz hátra, hagyd el a környékét is, mert te is el fogsz pusztulni. Mennyire ragaszkodunk mi a régi bűneinkhez? Mennyire ragaszkodunk a régi barátainkhoz, ahhoz a környezethez, amelyik bennünket a veszedelem útjára sodort? Az Úr azt mondta, el kell tőle szakadni, ezért kellett a hegyre menekülni. És én úgy gondolom, hogy amit Pál apostol mond, az egy nagyon fontos dolog, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztusért. Még szeretném elmondani, hogy a hátratekintéssel kapcsolatban, hogy van pozitív és negatív értelembe vett hátratekintés, például Izrael fiai, amikor átkeltek a Vörös-tengeren, és visszatekintettek, azóta is, több ezer év óta is visszatekintenek az Úr nagy tetteire, az Úr csodálatos szabadítására, és hogy amikor visszatekintünk mi is a Golgotára, mert hát ott is az élő Isten a megváltását, a szabadítását közölte, ez egy nagyon jó dolog, hogy visszatekinteni és hálával dicsőíteni, áldani Istent, amit tett értem, és amit tesz bennem. De van egy negatív visszatekintés, amikor az ember nosztalgiázik a régi élete után, a szennyes élete után, amiben annak idején jól érezte magát, és előjönnek a képek, a régi emlékek, és akkor azután sóvárog. Tehát, hogyha én otthagytam a múltamat, akkor el kell szakadnom teljesen a múltamtól, és csak előre tekintek, az Úrra tekintek, és futok a célért. Nagyon fontos, hogy az ember kitárja a szívét az Úr előtt, bezárja a szívét a világ előtt, és hogy a Szentlélek Úristen betölthesse a lelkünket erővel és hatalommal, hogy legyen erőnk szembeszállni a gonosz erőkkel, és legyőzni a bűnt az Úr ereje által, mert visszakéreckedik. Jézus megbocsájtott, de a gonosz az ajtó előtt áll, és zörget, és vágyik arra, keresi ott, kit nyelhetne el. És itt ez meg is történik, mert itt a 26. versben ezt olvassuk,
hogy a mögötte menő felesége azonban hátra tekintett és sóbálványá lett. A felesége ugye Lót után ment, az angyal világosan neki is megmondta hallhatóan, mindenki hallotta, két lánya is, hogy nem lehet hátra tekinteni, mert el fognak veszni. Hát ez az asszony nagyon kíváncsi lehetett, illetve nagyon kötődhetett ehhez a városhoz, Sodomához és Gomorához, és hogy azonnal megmerevedett. És akik hátra tekintenek, és a múltból akarnak élni, azok megmerevednek az érzéseikben, a gondolataikban, a cselekvésükben, nem lesz ott az élet ereje. Amikor Izraelbe jártunk, ott a sós tenger fölött, akkor ugye láttuk a megmerevedett Lót feleségét, legalábbis az idegen vezető azt mondta, hogy nézzék, ott van. Nagyon örülünk, hogy velünk tartottatok. Azzal fejezzük be, hogy Lót felesége sajnos a hátratekintése során ugye szörnyet halt, Lót és a két lánya viszont megmenekült. Nagyon csodálatos, hogy Isten kegyelme milyen hosszú, milyen hatalmas, hogy ilyen küszöbön ugráló embert is, mint Lót, aki nem tudta, hogy elinduljon vagy maradjon, a lányai, akik csak azért mentek az apjukkal, mert hát vitték őket, és nem az Úr szavának engedtek, de mégis megmenekültek, a kegyelem ilyen nagy. Könyörüljön az Úr mindnyájunkon, hogy Isten szava szerint tudjunk járni, és hogy a Szentlélek ereje által megerősödjünk abba, hogy azt tegyük, ami Isten elvár tőlünk.